szerda. Nyitáshoz készülődöm. Ilyenkor 5 körül még senki nem jöhet. Felhajtok egy kupica pálinkát. És felmosáshoz beteszem a Rolling Stones-t. Üdvölt az aréna! Mindenki engem akar hallani! Remegek, a pulzusom a halántékomba ver! A stabba tálcán hozza szokásosat! Egy pohár szóda! És egy viszki! Alkoholtól lüktet a vérem, kiver a veríték egy percre, minden elsötétül. Gyerünk már ki! Meg tudod csinálni! A visítás hullámokba járja át az arénát. Lenegek, száraz torkom, szemembe vág a reflektorfénye. Hirtelen elfelejtem, hogy miért is vagyok itt. Jobb szeretnék visszamenni. Remegésemet, béna tánccal álcázom. Satisfaction! Valaki a nevemet kiáltja! Mi a fasz csinálsz? Miért? No, kinyitom a szemem! Hagyd már abba ezt a szart! A főnök van a fejem fölött. Nem hallott, hogy hozzád beszélek? Úgy teszek, mint hogyha padmusikálnál. Ne mossál föl, bazd meg, hanem szolgálti a vendéget! Körülnézek. Jé, tényleg. Egy vendég. Látom rajta, hogy hülyének néz. Elnézést. Nem tudtam, hogy egy idiótával dolgozom. Berohanok a pult mögé, leverek 2 sörös korsót. Nem csak idióta, hanem balfasz is. Nem tudom, mit csináljak. Szolgáljak ki, a porrakat cseperjem össze, vagy mossak fel. Azonnal szolgálja a vendéget. Mit kérsz? Talán mit parancsol? Egy itallapot. Odaadok egy menüt a kliens elé, csak ne rúgjon ki, ne rúgjon ki. Az ember felveszi papír nélkül, képesítés nélkül. Nem nyaggatom a hülye formaságokkal, nem jelentem be, hogy máshol is dolgozhasson. Betanítom, erre fecsérlem az időm, és ebbe bukok bele végül. A bizalomba. Máshol is dolgozik? Azt mondja, hogy van valami könyvtára. Na, szép. Szép volna, hogyha igaz volna. Sikerült választani? Egy korsó sört kérek. Egy vilmos körtét. És egy meleg szendvicset. Már is hozom. Pillanatra megbocsát. Jimmy, azonnal gyere hátra! Előbb kitöltöm a sört! Most! Nem vagyok különösebben Isten hívő. Ha pedig volt teremtés, már pedig kellett lennie, hisz itt vagyunk. Na, akkor az az Isten, aki ezt a teremtést csinálta. Ha tényleg a 6 napját, a 7 6 napját végig dolgozta, és annyi mindent termelt ki magából. Főként, ha tényleg a saját képére teremtett meg minket. Hát akkor a 7 teljes nap munkaidő után neki kellett kitalálnia a kocsmát is. Nem? Te hülyét csinálsz belőlem! Mit gondolsz, meddig nézhetsz még hülyének? Könyveket hordasz ide, zsákokat cipelsz! Ez nem ócskapiac és nem a tied! Befejeztem! Ezt az együttműködést holnaptól abba hagyjuk! Nagyon sajnálom! Akkor most menjek haza!
Ki mondta? Ki mondta? Végig dolgozod az estét, aztán majd tárgyalunk. Elfogyott a pálink a főnök. Akkor most felmegyek és hozok. Ugyanannyiban adod, amennyiben adtuk eddig, megértetted? Oké, főnök. Főnök. Itt valaki erősen horkol, főnök. Nem tudom, miről beszélsz. Csinálj rendet, mosd meg a pofád, úgy nézel ki, mint egy hulla. Van ez a... hölgy. Mindig zárás után érkezik. A nevem Fejtő Gézáné, Szomjas Edit, és a megyei könyvtárban dolgozom. Mindig kitalál valami lehetetlen könyvet, olyat, ami biztos nincs meg a polcomon. Szeretem a könyveket. Jobban mondva, rajongok értük. Gézán kívül a könyvek töltik ki az életemet. A regények egy egész új univerzumot varázsolnak az olvasó elé. Az ilyen az ember agyára megy, és hiába teszem ki a rögtön jövök táblát, ő akkor is csak bejön és beszél azzal a száraz szájával. Szerdán szoktam útba ejteni az antikváriumot. Egy fapina. Géza nem is tud róla. Az ilyen nők romba döntik az egész civilizációt. Ez az én... hogy is mondjam... az én kis titkom. Az antikvárium. Ma Géza meccset néz a haverokkal a kék virsliben. Lezárom a káposztát. Felveszem a kék... vagy a fekete zakómat, amit Géza annyira utál, és beugrok. Meglepem az antikváriust. Kirúzsozom a szám. Nem tudom, mi történt, de hirtelen 16 évesnek érzem magam. I can get no satisfaction. Már a sarkon hallom a zenét. A világ legjobb dala. Úristen! A Simon Zsoltiék bulija 1520 évvel. I can get no satisfaction. Felgyorsulnak a lépteim. Futok az antikvárium felé. Az ajtóban megállok. Az antikvárius torka szakadtából énekel. És felmossa a padlót. Már a világirodalom előtt mosok, és torkom szakadtából ordítom a refrént. I can get no satisfaction. Amikor meghallom a hangját. I can get no satisfaction. Ő az. Nem elég, hogy zárás után, de szerdán. Ráadásul szerdán érkezik. Ennek fogalma sincs arról, mi az, hogy intim szféra. Szerda este csak én létezem, és Mick Jagger. Megfordulok. Hey, listen what I say. Ez a nő valójában az apokalipszis rejtett fekete lovagja. Olyan sármos, kedves, intelligens. Látom, ahogy a földbe süllyed a világ összes antikváriuma. Nem is lehet Gézával egy napon emlegetni. Húsevő növények húsznak be a fal repedésein. Satisfaction. Bálnák úsznak a könyves polcok közé. Milyen szépen felmosta a padlót férfi létére. Éhező etióp nők püffethasú gyerekekkel zörgetik az antikvárium dupla ablakát. Bezzeg Géza, csak zabálni tud. Hát neki ennyiből áll ki a házi munka. Minden spirituális könyv átfog zenbuddhista papként reinkarnálódik. Vagy megjelenek a muszlimok és a zsidók is. Egymást a kétnyelvű koránnal és a Tora holokauszt évfordulós kiadásával kövezve meg. Mennyi könyve van, és milyen magányos! Homleszek jönnek, és széthordják a világirodalmat takarónak. Mindez történik majd az ápolatlan, menopauzás, szárazszájú nők miatt, akik a földre azért születtek, hogy romba döntsék a civilizációt, és globális felmelegedést idézzenek elő. A világ összes fütyköse pedig lekonyolt. Vele biztosan olyan jól lehet beszélgetni, és összebújni. Mi a franc történik? Bezzeg Géza. Csak enni, aludni, és semmi más. Na, ez az én drága férjem, Géza. Na, én vagyok a Géza. A Fejtő Géza.
És van egy kis pocakom, a feleségem szerint. Hát igen. Editnek hívják, könyvtáros nő. Ő szabad idejében olvas. Én inni szoktam. Ő persze nem tudja. De tudom. Tulajdonképpen rühellek inni, vagyis hogy mondjam, nehezemre esik. Minden egyes kortyal meg kell küzdeni. Egy unyi pálinka, egy sör. A pálinkát vodkával vagy gyomorkeserűvel lehet helyettesíteni, hetente egyszer, pedig háromszor kéne. Hétfőn, szerdán és pénteken. De mindig a szerda. Csak a szerda. Nincsen esetleg egy olyan könyv, aminek az a címe, hogy Nemi élet a könyvklubban? Vagy esetleg erotikus antikváriumok? Tessék! Ahogy ezt kimondtam, megfordul, vad tekintettel valami fémtárgyal a kezében. Nem tudom egészen pontosan, mi történik. Arra eszmélek föl, hogy ott fekszik, megdermedve a pulton, ülében egy kenőkés. Egy hirtelen mozdulat, és sötét. A hetedik napon Isten megpihen és felhajt egy kupica pálinkát. Aztán még egyet, és aztán még egyet. A pultossal cseverészik, ivó cimborákkal vitázik az élet nagy kérdéseiről, és női seggekbe markol. Elfeledkezik magáról, ide-oda löttyinti a fröccsét, vizelés közben óvatlanul lehányja a saját szakállát, lassan beveri a vodka készletet is a polcról, majd ha elfogy a pénze, elkezd hitelre inni. Hajnali kettő felé elé bújik belül a vadállat, és a kocsmai verekedésben kiver egy-két fogat néhány szertelen részek szájából. Hajnalba hazafelé tart, de elalszik a közeli park, vagy... Megtörténik az ilyesmi, mint mindenkivel. De elképzelhető az is, hogy ez az Isten a nap 24 órájából 16-ot azzal tölt el, hogy asztalokról és székekről az oda löttyintett vagy köpött piát törölgeti, vécét pucol a részegek után, kétes tartalmú korsókat és talpas poharakat mosogat, rothadó csíkeket ürít ki a hamutálakból, üvegszilánkot söpör össze és hányást mos fel a bejárati ajtó elől, vagy a letört fogakat szedegeti össze, és rendezi sorba, ha ne találtam másnap valamelyik keresni a sajátját. Ja. Aha. Igen. Hát, igen. Ki tudja, hogy van ez? Hát, mondják meg az Isten hívők. Hát, az igazat megvalva, én még sosem láttam őt iszogatni itt a pult végében. Itt a pult végében. Soha nem jön meg már ez a sör. De azonnal hozom a meleg szendvicset is, csak egy kis türelmet. Ez a nem dohányzó rész? Hát olyan nálunk nincs. Érdekes. De hát egy kocsma attól kocsma, hogy füst van, nem? Ha maga mondja. Már felhívtam Edittet, hogy meccset nézek. Sose gondoltam volna, hogy egy életlen késsel meg lehet ölni egy embert. Gól! 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 Szeretem a kék virsliben ezt a jó nagy képernyőt. Biztos van olyan ország, ahol nem büntetnek meg, ha megölsz egy nőt. Nem tudok otthon ülni, nem tudok ellenni a falvédői között. Nincs ott semmi. Be kell csomagolni. Mint az eldobandó könyveket. Hazaérek, minden délután gőzölög az ebéd. El kell tüntetnem, de nagyon gyorsan itt nem maradhat. Edith pontban 3-kor elém teszi az ebédet. És akkor hirtelen eszembe jut a raktár a kék virsliben. Szalvéta élére állítva, talpas pohár, szóda, gyári hibás mélytányér, inox kanalak. Ilyenkor úgy sincs senki az utcán.
és csak 50 méter. Annyira megváltozott. Én nem ezt a nőt vettem el feleségül. Másfél éve nem szeretkezik velem, mintha kikopott volna belőlem a szexualitás. Pedig ő belőle kopott ki. Annál jó. Ne is legyen senki. Egy hula van a zsákomban, ugyebár. Intelligens, csendes, odaadó lány volt. Most pedig egy frigid boszorkány. Magát kihozta ide, kisanyám? Én nem tudom. De tudná tenni nekem azt a számot, hogy I can get no satisfaction? Ismeri? Satisfaction, ha? Olvasott maga már Dostojevszkit? Az összeset? No. Forduljon csak ide! Ah. Hát, Dostojevszki az keményebb. Na fogja meg! Szenvedély és pszichoanalízis egyszerre. Ah, igen. Szezám, tárulj! Szereti a mágikus realizmus. Nagyon jó. Bogakov, mester. Csak így tovább. Mágikus. Mester. Te. Te szuka, te. Sízd már, jaj. Most jó. Mephisto! Ott a csap, mossa le magát. Szinte repülök a kék virsli felé. Bizsergéssel tölt el, hogy semmi pénz a zsebemben, de mégis ma inni fogok. Befordulok a sarkon, szeretnék a sörömre gondolni, vagy egy rövidre. Minden szerdán, ha befordulok a sarkon, csak ez jár a fejemben. Ebben az utcában találkoztunk először. A kék virsli akkor még sehol sem volt. Az egyik iskolatársam lakott itt, ebben a házban, ahol most a kocsma áll. A Simon Zsoli. Ballagási házi bulit tartott. Ha úgy vesszük, a kék virsliben ismertem meg Edittet. 1985-ben. 100 éve. Igen, a kék virsliben jöttem össze Gézával. Ő volt a legcsinosabb lány a társaságban. Liza hozta magával. Anyám olyan rossz szabású ruhában küldött bulizni, hogy inkább egész este kabátban maradtam. Egész este ott gubbasztott a sarokban. A többiek már melltartóban táncoltak, rajta még mindig ott volt az utcai kabát. Egy Mick Jagger számra kért fel. Nagy sláger. Csak hogy én mindig utáltam a slágereket. Fogadtunk. Aki képes lesz rábírni Edithet, hogy táncoljon, az kap egy láda sört. A Satisfaction-re rángattam magammal a szoba közepére. I can get no satisfaction. Ellenkezni próbált, de esélye sem volt. Imádtam, ahogy tánc közben a nyakamon éreztem a leheletét. Néha a lábamra lépett. Na, ekkor táncoltunk együtt életünkben először. És utoljára. Persze, hogy megkaptam. A láda sört. Megnyertem a fogadást. Elnézést a késésért. Itt a pálinka. Na. Jóféle. Na tudja mit? Igyon velem még egyet. A ház ajándéka. Egészségére Isten hozta a kék madárban. Kék virsliben.
Kék virsli olyan érdekes név. A feleségem agyából pattant ki. Amikor az apósom megvette ezt a helyet, gyorsan kellett rendezni a papírokat. Figyelj! Ugye ki kellett találni valami nevet, amin bejelentsük a vállalkozást. Azt mondja a feleségem, legyen Kék virsli, az annyira bizarr, hogy minden fiatal biztos majd beül. Hát nem volt beleszólásom. Családi vállalkozás, illetve az apósomé. Na, így lett Kék virsli. Kék virsli azért elég hülye név, már megbocsásson. Ennyi erővel lehetett volna már G-pont is, vagy mit tudom én. Egy kocsmának nem kell sem név, sem reklám. Aki inni akar, annak úgyis mindegy, csak pia legyen. Na, egészség! Kikért már megint meleg szendvicset? Aj, Mucuskám, nem most, kérlek szépen. A meleg szendvics ide lesz. De tudja maga, hogy miféle. Meleg szendvicsed? A sonkát az konkrétan a fiam szendvicséből lopta ki, a 10 óraiából. Ez, aki itt magának. Azt mondja, hogy ő a főnök. A saláta, az pedig a vasárnapi ebédről maradt, meg akárcsak a paradicsom. És a sajt, az meg direkt a kedvencem. Előleg dugdosom a spájzban. Ez a fősvény senki, akit azt árulja magáról, hogy ő a főnök, igen. És maguknak is. És közben apám házi pálinkáját adja el magának Vilmos körtegyanán. A zsemlével azzal pedig ne foglalkozzon. A múlt héten vettem a spárban. Jó étvágyat. Na, Mucuskám, mindenki tudja, hogy csak túlzol. Nem kell így átfesteni a dolgokat, na. Elnézést, kérhetek egy kávét? Ki ez a nő? Az előbb jött a... A raktárból! Hát én! Mindig oda hordja a nőit. Szívem, azt sem tudod, miről beszélsz. Te hülyének nézel? Te hülyének nézel? Mindenkit hülyének néz, engem is, magukat is, ezeket a kis repett sarkúakat is, és Jimmy-t! Még normális fizetés sem adsz neki, csak itt ugráltatod egész nap. Egy kézzel írt szerződés sem tudsz aláíratni vele. De már folyamatban vannak a papírok. Hazudsz, mindig is össze-vissza hazudtál, hogy ezek az emberek azt gondolják róla, hogy rólad, hogy hatalmas vagy és jó. Ülsz a kis szemétdombodon, ami nem is a tiéd. Hogyha az apám nincs, még azon sincs, amin kapirgálj, te kis kakas. Légy szíves, fejezzük be, na. Fogadjunk, hogy nem akarod, hogy hallják. Túl sokat iszol! Tudod mit? Nem is én fogom megmondani, hanem megkérdezzük itt ezt a kis luvnyát. Na? Mekkora a bácsi micsodája? Hát végül is egy cappuccino is jó lesz. És illedelmes. Jimmy! Egy sört! De lehet így hitelre inni? Csak a törzs vendégeknek. Vedelni, meg a raktárban ízélni, meg szivarozni, csak ezt tudjátok! Az Istenére, szedd össze magad. A raktárba viszi őket, aztán ott hagyja, egy sörös ládára kifektetve, mint egy hullát! Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt. Jimmy! Férfiúvá és asszonyjá teremté őket, Jimmy. És megáldá Isten őket. Edith, lezártad a káposztát? Jimmy! Hol van Jimmy? És mondanékik Isten, szaporodjatok, Jimmy, és sokasodjatok, Jimmy, még egy rövidet. És töltsétek be a földet. Itt lakunk a raktárban, én és a férjem, Géza. Bergenbier. Sponzorul oficiál al nazionali romniei. Bergenbier. Prieteni stiu de ce. Jimmy, még egy sört! Fizetek. Éget káposzta szagot érzek. Egy fél körtét, Jimmy. Azt hiszem, elment a vizem. Jimmy! Jézus már, ez mi ez? Az Uniós Ellenőrző Bizottság tagja vagyok. A kék virslit az eurós szabályoknak megfelelően be kell zárni. Bezárni? De miből fogunk megélni, Tibi? Nem zárhatja csak úgy be. Nem én zárom be, hanem a bizottság. Hát tudja maga, hogy itt, ahol ez a bárpult volt, most, hát
Hát mi itt csókolóztunk először a férjemmel. Hány éve is, Géza? Legalább 25. Akkor ez nem is kocsma volt, hanem a Simon Zsoltiék háza. Tulajdonképpen miért kellene bezárni? A Kék Virsli nevű vendéglátóipari egység objektív okok miatt nem felel meg az Európai Unió által előírt szabályoknak. Vízezett sör, kurvák a raktárban, számlát nem állítanak ki, az emberek hitelre isznak. A pálinka és a szendvics is pult alól jön. A kocsmában nincs elkülönített, nem dohányzó rész. Aztán itt ez az őrült pincér. Ezt mind nem felel meg az előírásoknak. Értik? De miből fogunk megélni, Tibi? Hát ez a mi kocsmánk. Hát nem értik. A Kék Virslinek vége kaput, ennyi volt. A Kék Virslit azonnali hatállyal, azaz augusztus 23-i dátummal sürgősen be kell zárni. Szerda. Nyitáshoz készülök. Ilyenkor 5 körül még senki nem jöhet. Egészen ritka álomban volt részem. Olyan vízió volt, hogy annak a mikéntjét elme föl nem foghatja. Az ember szamarat csinálna magából, ha megpróbálna előadni. Azt álmodtam, hogy... És azt álmodtam, hogy volt nekem egy... De hát csak a bolond próbálná meg összehordani, hogy mim volt nekem álmomban. Olyat még emberi szem nem hallott. Fül nem látott. Kéz nem ízlelt. Nyelv nem gondolt. És szív el nem beszélhet. Amilyet én álmodtam. Hát megmondom Pálfi Zsófinak, hogy ebből az álomból írjon egy darabot. Legyen az a címe, hogy Jimmy álma. Vagy legyen az a címe, hogy a Kék Virsli. Vagy nem tudom, hogy mi legyen a címe, de olyan magas röptű lesz, hogy nem lesz semmi teteje. Cause I thrive.